Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket, Szécsi József professzor urat, és a vallásközi párbeszéd aktualitásáról fogunk beszélgetni. Nyilván a vallásközi párbeszédre is árnyékként a háború gondolata és a háborúnak a megtapasztalása ráborul, árnyékba veti. Mit tudnánk ezzel kapcsolatban elmondani? Hát eszembe jut a Háború és béke című könyv. De hát ez egy sajnos egy örök aktualitás. 2000 év óta is a kereszténység történetében a háborúk, a vél, az erőszak, ennek az értelmezési rendszere merre, meddig, mi a jogos, mi a jogtalan, van-e egyáltalán jogos háború, van-e egyáltalán szóba jöhet egy atomháború. Tehát mi a háború etikája, egyáltalán beszélhetünk-e etikus háborúról? Igen, tehát lassan oda fejlődött az elmúlt évtizedekben a Vatikánnak is az álláspontja, hogy igazából semmiféle erőszakos háborús beavatkozás nem elfogadható. Tehát ez kezdődött azzal, hogy a nukleár második vatikáni zsinaton már dokumentumokban megjelent, hogy tömegpusztító fegyvereknél, tehát azoknak a készítésébe, működtetésébe katolikus nem vehet részt. Tehát az atomháborúnak nincs alternatívája, tehát ha valaki elindítja, a másik válaszol rá, ez egyszerűen a föld elpusztításához vezet, de egyáltalán az erőszak, mint olyan, tehát nem elfogadható. Tehát ez a mind nem csak a keresztény egyházak, de ugyanis zsidó részről. A nagyvilágvallások mind a leghatározottabban ellenállnak az olyan törekvéseknek, hogy lehessen bevetni bárhol erőszakos tömegpusztító fegyvereket. A nehézség az, hogy ma már nem csak Hiroshima, Nagasaki-nak a rémképe lebeg előttünk, hanem vannak olyan atombombák, ami ennek a töredéke, de ki tudják váltani a különböző tragédiákat, és vannak más típusú fegyverek, amikkel szintén el lehet törölni, ki lehet pusztítani országokat, kerületeket. Vannak olyan bombák, amelyek az épületeket nem pusztítják el, csak az embereket, az élőlényeket pusztítják el. Sokkal könnyebb utána az újrarendeződés mondja ezt a tömegpusztító fegyvert kitaláló. Ezek mind-mind borzalmas dolgok. Nemrég éppen, tehát napokkal ezelőtt ezekben a napokban zsidó részről volt kezdeményezés, és vallási vezetők a világ minden tájáról egy több tizednyi sorban elmentek Ukrajnába, és kinyilvánították azt, hogy elfogadhatatlan bármilyen háború, és ez az Ukrajnának a lerohanását is azonnal meg kellene szüntetni. Tehát látjuk minden nap a borzalmakat, a pusztítást, amit végeznek a fegyverek, tehát ez egész egyszerűen 20. századnak egy olyan csapása, amire valóban nem számított senki. A tragédia az, hogy ennek talán lehet beszélni eszmei gyökereiről is. Tehát volt egyszer egy kijevi fejedelemség, tehát 100 évekkel ezelőtt jöttek erre különböző uralmi zónák. Tehát csak a jó 100 évre megyünk vissza, voltak orosz filozófusok, vallásfilozófusok, Nikolaj Berdyajev, Szolovjev, az orosz messianizmus, tehát volt egyszer Róma
elpusztult a nyugati kereszténység, jött rá Bizánc, Konstantinápoly, az is elpusztult, és van egy harmadik Róma, amely voltaképpen az orosz lélek, az orosz nép, az az, ami hordozza a világnak egy ponton a megváltását. Tehát különböző formátumok vannak, és ennek vannak vallási és emocionális gyökerei. Mit tudunk elmondani, hogy vallási téren hogyan próbálták különböző vallási vezetők ezt a háborút megakadályozni, vagy ha már kitört, akkor minél előbb befejezni? Hát a Vatikán próbálkozott ezzel, amikor elindult a háború, a pápa azonnal elment a Rómába az orosz követhez. Az orosz nagykövetségre. Az orosz nagykövetségre, de hát nem járt eredménnyel. Napokban is volt egy ilyen videós tárgyalás a Kirill pátriárka és Ferenc pápa között, ahol Kirill pátriárka felsorolta az érveit, és ezeket hát visszautasította voltak éppen Ferenc pápa azzal, hogy tehát nem valamiféle politikai beszámolót akar, hanem hát ők végül is a kereszténységnek a követei, tehát ez egy másik platform. Az orosz és az ukrán pátriarka egymással már a háború kitörése előtt jóval szemben álltak, sőt, Ukrajna le is vált arról az orosz pátriarkának a függetlenségétől, vagy függőségétől, és egy önálló, ukrán ortodox egyházat hozott létre. Így van, és ez voltak éppen, amikor ez megtörtént, ez egy nagy csapás volt végül is a moszkvai patriarkátusra. De ezek a felvetett az elmúlt napokban megjelent publicisztikai vonatkozások, hogy Kirill pátriárka KGB, Putyin KGB, tehát ez az egyháznak az elkötelezettségei a politikai mesdjén, tehát ez egy nagyon szertágazó, nehéz témakör. Tehát csak Magyarországot nézzük, hát az úgynevezett rendszerváltás előtti években el lehetett mondani, hogy a kelet-európai blokkba a magyar egyházak vitték a prímet a beépítettség gyakorlatába. De az, hogy kit mennyire vertek meg, börtönöztek be, figyeltek, irányítottak, ennek millió vonatkozása van. És tehát jogos úgy gondolom a magyar kormánynak az álláspontja abban, hogy ezzel nem lehet lövöldözni ezzel a kérdéssel. Tehát van 160 millió hívő az orosz ortodox egyházban a világon, tehát ez tehát nincs kitárgyalva a témakör, tehát egyből rázudítani valamit a világra ebben a kérdéskörben nem hiszem, hogy prudens cselekedet. Hogy jó lenne. Keresztényüldözés. Mi történik, amióta nem találkoztunk világunkban? Van valami újabb fejlemény, valami újabb gócpont, hiszen sok helyen, különböző, hol szervezet, hol spontán formában, de keresztény üldözésekkel találkozunk és találkozhatunk. Igen, tehát folyamatos. Tehát az Open Door protestáns nemzetközi szervezet kimutatása szerint is az elmúlt évben 360 millióra tehető az üldözött keresztényeknek a száma. Tehát ez egy hihetetlen nagy szám, tehát az elsődleges a világban. Az azt jelenti, hogy napi 1 millió keresztényt üldöznek, ha ezt így statisztikailag vissza akarjuk bontani. Igen, tehát és ez szertágazó, tehát Afrika közel-keleti részleg, vagy a távol-kelet, tehát az első helyen áll továbbra is az Észak-Korea,
de ezen kívül sok másutt vannak. Naponta Afrikában elrabolnak egy szerzetest, megölnek, tehát nagyon sok ilyen eset van. És ehhez még a hozzájárulnak egy ilyen világméretű háború. Tehát ez katasztrofális, tehát egyszerűen eszkalálódik a dolog. A nehézség az, hogy indít Oroszország egy háborút, Törökország is kurdokkal összetűzésbe került, tehát eszkalálódik a dolog. Tehát semmiképpen sem arra kell blazírozni, hogy még újabb problémakört találjunk ki, és azt próbáljuk megoldani, hanem a meglévővel kellene foglalkozni. Az én problémám ezzel az egész háborúval, vallási szemszögből nézve az, hogy mind a kettő praloszláv hitem van. Tehát akár az orosz, akár az ukrán. Tehát nem arról van szó, hogy egy más vallás támad egy megint más vallásra, hanem azonos vallásban lévők, akik bizonyos politikai érdekkörök mögé húzódnak vissza. Nyilván itt most nem az ukránokról beszélek, hiszen ők a megtámadott, ők a szenvedő ország. De ez vajon nem fogja előrevetíteni árnyékát a vallásközi párbeszédre? Vajon nem fogják tudni azt mondani, hát ti beszéltek a vallásról, és közben egy háborúban beálltok a politikai szócső csatározók közé támogatólag? Szóval, hogy látod? Tehát zavaros a helyzet. Van egyszer egy Zelenszkij, van egy államfő Ukrajnában, aki zsidó származású. Ezt most a média nagyon kezdi kidomborítani. Hát sajnos a Lavrov, a orosz külügyminiszter tett egy meglehetősen ítélendő kijelentésrendszert, tehát nácizmus, tehát sok mindennek az összemosása. Tehát voltak a második világháborúban, tehát a zsidó üldözések a Kijev melletti Babijárba, a tömegsírba lőtteknél. Tehát ott voltak ukrán... Katyirini erdőség. Igen, az egy másik vonatkozás volt, de volt amiben, tehát ukrán szélsőségesek vettek részt, de ez nem azonos Ukrajnával. Igen. Tehát ez egy abszurdum. De ezen kívül, tehát, hogy ugye a Lavrov külügyminiszter az, hogy minden antiszemitizmus meg egyéb mögött ott állnak a zsidók is, és ők a legnagyobbak, és akkor Putyin elnök bocsánatot kért izraeli partnerétől, tehát ezzel lerendeződött az ügy. Tehát vannak bizonyos ki nem tárgyalt dolgok és nehézségek az orosz kormány belső politikáján belül is elvi szinten. Azért érdekes ez, mert hogy ki a náci, meg a nyugatnak a söpredék élete, ezzel szemben van egy szép Oroszország, ami tiszta és normális, és Kirill-párt járkolt van mögött, tehát Istennek tetsző, a másik pedig egy sátáni valóság. Tehát ez a fekete-fehér játék, mi váltjuk meg a világot című dolog, ami jelenleg egyáltalán nem úgy néz ki, mert egy fél világháborúval nem lehet a világot megváltani. Így van. Közben itt látom, hogy előttem van a keresztény-zsidó teológiai évkönyv legújabb száma, 2022. évre vonatkozólag egy jó vaskos kötet. Ha tudnál erről is néhány szót szólni. Igen, tehát az elképzelés az volt, hogy annó 2001-től jelenik meg a keresztény-zsidó teológiai évkönyv, hogy körülbelül annyi dolgozat legyen benne, mint ahány betű a héber ABC-ben van. Tehát ez a 22 betű, hát ez vagy 21, vagy 23, de zsidó-katolikus, református, evangélikus, baptista, adventista, de részről vannak benne dolgozatok, vagy hívő, vagy nem hívő. Az elsőt azt
Benyik György, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának a szervezője írta a keresztény Talmud kutatásnak a vázlata, ami egy nem egy ismert terület. A második dolgozat benne Dobos Károly Dánielé, aki egyszer tanára a római, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemnek is megtérésre kényszerítve egy nagyon érdekes dolgozat 18. század első feléről. Engi Sándor, aki a Sárospataki Református Főiskolának a rektora, a Galata levélhez grammatikai megoldások szeptáginta, Ószövetség szövegkritikája, ő voltak éppen igazából az egyetlen Magyarországon, aki ószövetségi szentírásnak is a különböző szövegváltozataival foglalkozik. Találunk itt egy beszédet Erdő Pétertől, aki Slakta Margitnak az újra temetésén mondott egy nagyon komoly és figyelemre méltó beszédet. Szóval különböző írásokat találunk benne. De benne van Heizer Andrásnak, a Mazsihisz elnökének találkozásain Ferenc pápával, négyszer találkozott és erről ír, vagy Hídvégi Máté professzor, Radnóti Miklós önképe és a reál történő reflexiók időszerűsége, de itt van Jakab Attila üldözöttből üldöző és egyházpolitikai képzett rendszerek első, negyedik század között. Szóval nagyon érdekes, de itt van például Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémiának a rektora, hitvalló elődeink nyomában a Felvidéken, Schöner Alfred, aki sokáig vezette a Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemet, a Rodoszi zsinagógáról ír, vagy Szita Szabolcs történész, holokauszt kutató, Csillagos házak Budapesten, de itt ül velem szembe Tokics Imre, aki az Ószövetség a teremtés történet elemzését, analízisét veszi szemügyre, és nem utolsó sorban Víz Péter, keresztény ellenes jogsértések a világban 2021. Ő évek óta mindig egy évvel korábbi adatrendszert összefoglalja. Ez az évkönyv 2001 óta jelenik meg. Vannak benne idegen nyelvű dolgozatok is. Meddig? Nemzetközi viszonylatban a nincs más ilyen típusú kiadvány. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy nemzetközi viszonylatban megjelenik-e hasonló, és meddig jut el ez a könyv? Tehát nem tudom én, hogyha a határon túli területekre, nyilván ennek a 80-90% magyar nyelvű, tehát világos, hogy magyarok Igen. fogják olvasni. Tehát határon túl is el tudnak jutni szervezetekhez, könyvtárakba, kutatóműhelyekbe, hát, egyetemekre? Elég kevés egy-egy, tehát korlátozott a pénzügyi vonatkozás az előállítási rendszere. Nyilván, ha céltudatosan megkeresnek egy kutatóműhelyről, egy egyetemi könyvtárból, hogy kérnének egy példányt, akár visszamenőleg, és ha van, akkor ezt tudsz kötni. Keresztény Zsidó Társaság az elmúlt években a pandémia rányomta bélyegét, valószínűleg a társaságnak is igen, a mindennapjaira, a munkájára. Igen, de azért nem fulladtunk meg. Tehát az történt, hogy minden hónapban fölveszünk előadásokat zsidó, keresztény része, vagy iszlám részről is, és ezek fölkerülnek a YouTube csatornára, ahol pedig zsidó, keresztény, iszlám vallástudományi szabad egyetem címszó beütésével az elmúlt 3 évnek az anyaga folyamatosan követhető. Tehát ezek ugyanolyan volumenű előadások, mint a keresztény zsidó teológiai évkönyvekben vannak, tehát ezek főiskolai, egyetemi szintű előadások, de
ugyanakkor közérthetőek is. A vallásközi párbeszéd Magyarországon az elmúlt egy-két évre visszatekintve valami hangsúlybeli változás, vagy valami áttörés tapasztalható-e, vagy megy a maga normális, megszokott útvonalán és menetén? Ezen a utóbbi, tehát korábban azt mondtam, hogy megy a dolog, ha visszük, ha csináljuk. Vannak néhol átvesznek azonos elemeket egy-egy kérdéskör, de igazából nem jutottunk túl a holtponton. Tehát ennek az is a nehézségi rendszere, hogy az egyházak, tehát most keresztény egyházak Magyarországon egy ponton el vannak foglalva maguk probléma rendszerével, ami azt jelenti a nagy egyházakat véve, vagy éppen prominens módon a katolikus egyházat, van egy erőteljes leépülés. Annak ellenére, hogy nagyon komoly állami segítség van templomok, épületek rendbehozására, működtetésére, amit én nagyon helyesnek és jogosnak tartok. Tehát ez része a Magyarországnak, tehát ennek mi vagyunk az adó. Ezek műemlékvédelmi épületek a legtöbb, és ez fontos. Ha csak ilyen értelembe vesszük, akkor is jogos. De van egy nagy mértékű leépülés, tehát az egyház szervezet részéről nincsenek papok, sokan elmennek, hívek kihalnak. Tehát ez egy probléma rendszer. Zsidó részről pedig szintén a pandémia is, de ez keresztény részen is megtette magáét a pandémia. Tehát sok helyen morzsolódnak föl, alakulnak át hitközségek, vagy éppen vesznek új irányt. Tehát például a Hunyadi téri hitközség Budapesten szintén egy újfajta irányzatok felé tolódik el, ahol már nem csak a férfiak, de a nők is olvashatnak például a Tórából. Igen, igen, hallottam ezt a hírt, hogy női tóraolvasók is a Mazsihisz jóváhagyásával, engedélyével, tudtával, nem tudom melyik a legmegfelelőbb kifejezés, női tóraolvasók is vannak. Igen, tehát ez egy fönnmaradási túlélési technikának fölfogható, de ugyanakkor elvi jelentősége van elsődlegesen, ahogy én gondolom. Tehát helyesnek tartom azt, hogy ilyen irányba is lépjen a magyarországi neológ zsidóságnak egy része, hogyha erre van igény. Tehát mindenkinek joga van olyan típusú hitéleti formát választani, amit szeretném. Tehát a régi vicc, a két zsidó partra úszik a tengeren, a szigeten, akkor épít magának egy-egy zsinagógát külön-külön, aztán összejárnak. Na most ez nem egy zsidó specialitás, keresztények pontosan ugyanígy csinálják, mind a katolikusok, mind a reformátusok, és így tovább kisebb és nagyobb létszámú egységek. Egy villámkérdés, az ICCJ, ugye ez a Nemzetközi Keresztény Zsidó Tanács, most néhány évig, két évig szüneteltette a találkozást, ugye a nagy konferenciáit, éves konferenciáit. Igen. Úgy tudom, hogy idén már lesz, képviselteti-e magát a Keresztény Zsidó Társaság, a Magyarországi Keresztény Igen, Zsidó. Tehát ez Frankfurtban lesz, dolgozunk rajta. Köszönöm szépen, nagyon sok áldást kívánok neked, Szécsi professzor úr, a munkádhoz, és elköszönünk a kedves nézőktől. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja önöket, viszontlátásra!